Tamási a Koppánypatak völgyében fekszik, legtöbben valószínűleg a Várhegy alatt található termálfürdőjéről ismerik. A városvezetés fejlesztési elképzelései nem véletlenül egyfelől a turizmus további fellendítésére irányulnak, másrészt viszont a helyi gazdaság megerősítését célozzák. Ebben a területfejlesztési operatív programból elnyert több mint 3,2 milliárd forint segíti őket. 2016-ban indult a tervezés, és megpróbáltuk az egész várost felülelni, az északi ipar területtől egészen a fürdőig, infrastruktúrafejlesztés, munkahelyteremtés, turizmusfejlesztés, tehát a legkülönbözőbb területekre koncentráltunk. Erre egy szükség is van, hisz a város még mindig a leghátrányosabb helyzetű település kategóriájában található, bár az utóbbi években azért sokat fejlődött a város, ezt mondhatom bátran. Hála Istennek, ha a területi operatív programra gondolok, akkor a pályázataink eredményesek voltak, eredményesen pályáztunk. 14 pályázatot nyújtott be az önkormányzat, illetve pontosítok ebből egyet a Dámkistérségi Társulás, a 14-ből egyet pedig a város cége, az Évű Kft. A 14 benyújtott pályázatból 13 nyert támogatást, egyedül a bölcsődefejlesztési pályázatunk nem kapott forrást, ezt igyekszünk majd más módon megoldani. Ez összesen 3,2 milliárd forintot jelent a városnak. Tehát ha azt vesszük figyelembe, hogy egy 8500 fős városban lakunk, akkor ez azt gondolom igen szép eredmény, és a támogatási szerződések most már a 14-ből 13 esetben megkötésre kerültek, és egyetlen pályázat esetében várat ez még néhány hétig magára. 5 projekt már elindult, a leglátványosabbak a fürdőkörnyéki területekre összpontosítanak, hogy az évi 170 ezres turista számot tovább tudják növelni. A Tamási Gyógyfürdő az kiemelt turisztikai értéke a városnak. Igyekszünk a fürdőkörnyéki területeket fejleszteni, és a nyert támogatások egy része is erre a területre koncentrálódik. Ez jelenti egy vendéglátóipari egység felújítását közvetlenül a fürdőhöz kapcsolódva, a fürdő melletti területen, jelenti egy túrainformációs pont és mellette egy ajándékbolt kialakítását, jelenti a fürdő melletti még fel nem újított parkoló egy részének rendbehozatalát, és egy közel másfél hektáros aktív park létrehozását, kiépítését. Itt felnőtt és gyermekjátszóterek, futósétány, gyalogos ösvények és egy ilyen kisebb biciklis ügyességi pályát alakítunk ki ezen a zöld felületen, amely nem csak a fürdőhöz kapcsolódik szorosan, hanem a kerékpárutakhoz, a már meglévő kerékpár útjaink és a fürdő közötti eddig üres területen helyezkedik el. És azt hozzáteszem, hogy igaz, hogy nem topos forrásból, hanem hazai forrásból támogatást nyert a városra a tanúszoda építésre. Ennek az előkészületei is megkezdődnek a 2018-as évben, sőt, én azt gondolom, hogy akár jó esetben a kivitelezés is megkezdődhet. Tehát látványos változások lesznek a fürdő környékén, de ha egy picit nem nagy távolságra, egy picit távolabb megyünk, akkor a fürdő közvetlen szomszédságban található a miklósvári parkerdő, amelyet nagyon sokan használnak pihenési céllal. Itt sportpályák, egy kisebb tó, sétautak, játszótér található. Erre a területre terveztünk egy látogatóközpontot, amely nem csak Tamásinak, hanem Tamási és környéknek a turisztikai attrakcióit, történelmi, természeti, kulturális értékeit mutatja majd be modern formában, hogy a gyerekek, a legkisebb korosztály is akár vevő lehessen erre. Ami még mindig hiányzik, és emiatt féloldalasnak érzi a város turizmusát a polgármester, az egy nagyobb szálloda, amivel elérhetnék, hogy ne csak egy-egy napra érkezzenek a vendégek Tamásiba. A másik fejlesztési irány a gazdaság fellendítése. Ennek érdekében az északi iparterületet fejlesztik, ahol korábban már multinacionális nagyvállalatok is megtelepedtek. Ők folyamatosan fejlesztenek, és jönnek új lakók is az ipari parkba. Itt szintén már el tudtuk kezdeni az elmúlt évben a kivitelezést, illetve a kivitelező el tudta kezdeni,
Itt iparterületen, iparterületi utak, feltárótak, trafóállomás, kerékpárutak és járdák, közvilágítás fejlesztés indult meg, aminek köszönhetően három új cég is megtelepedett ezen a területen, és várhatóan több mint 100 munkahelyel, 100 munkahelyel gyarapodik ez a térség. Annak ellenére, hogy az ország 33 leghátrányosabb helyzetű települése közt tartják nyilván Tamásit, már megjelent a munkaerőhiány. Több cég órákat utaztatja a munkavállalóit Tamásiba, holott van még ember helyben, akinek munkára lenne szüksége. Egy 250 milliós paktum részeként foglalkoznak az állástalanok visszavezetésével a munkavilágába. Tamási térsége ezen kívül az atomerőmű bővítésből is kiveheti részét. A térségben dolgozó Süli János miniszter úgy látja, jó úton jár Tamási és Paks is a top források felhasználása terén. Tamásiban jóval több kirakott táblát látok, akár az önkormányzat és a egyéb intézmények kultúráz oldalán, mint Pakson. Tehát valószínű, hogy a hosszabb távon erősebb volt a lobby tevékenység, de ugye Paksnak egyébként meg az adóerőképessége volt jobb, mert Tamási eleve a térképen hátrányos helyzetű település kategóriába tartozott. Azt gondolom, hogy ha összességében mérlegre teszem, akkor mind a két településnek azzal végig megyünk, jók az adottságai. Fokson arra többet kell koncentrálnunk, hogy a középületeink állapotát azt meg kell változtatni. Ez az elmúlt időszakban egy kicsit a figyelem fővonalából kikerült, de egyébként akár a lakóparkok, lakóterek, útfelújítások, tehát mindenben ez a tendencia tulajdonképpen ugyanúgy megjelenik, mint itt is a városi jelleg Tamásiba, tehát mikor bejön az ember, érzi, hogy egy kisvárosban van, jó ide érkezni, látja az új létesítményeket, iskolákat, egyebet, tehát én azt gondolom, hogy ezt továbbiakban is fejleszteni kell, és ugye nem csak a két nagy egységet, nem törekedni kell arra, hogy a kis települések is a megtartó képességüket meg tudják oldani. Legyen olyan vonzerő a fiatalok számára, vagy jó közlekedése, hogy könnyen elérik a települési központokat, csak igénybe tudják venni a szolgáltatást, akkor is, ha nincs esetleg még gépkocsijuk. Egyéb, ha egy kis földbirtokkal rendelkeznek, akkor azt meg tudják művelni, tehát próbálunk majd gépkölcsönzést, egyebet, mert azt nagyon fontosnak tartjuk, úgy látjuk, hogy utolsó pillanatban vagyunk azzal, hogy a vidéken élő fiatalokat ott tudjuk tartani a településeket.